játékosait, pasvezetőit, sok szeretettel köszöntünk Gomiszlász és Júlát a pasvezetőjét, sok szeretettel köszöntöm a hazai vezetőjét, a Bartság Tamást. Először a vendégek szakvezetőjét kérném meg, hogy értékelje a mai délután. Elsősorban szeretném gratulálni a csapatnak, hogy tudtuk megszerezni a 3 pontot egy ilyen pályán és egy ilyen ellenfél ellen. Az egy nagy dolog. Azt mondok, hogy első 20-25 perc egy kicsit zavarban voltunk, és akkor a Halinak volt elég sok helyzet, és nagy iram volt, és Cserjanszki védett egy 2-3 nagyot, és akkor muszáj mondani, hogy szerencse is volt. Utána valahogy föltaláltuk a szintet, és összekaptunk, és utána szerintem elég jó összeszedtük magát, és második fél idő azt gondolom, hogy milyen volt a játék, hogy ebből a kontrából lehetett kihozni többet is, és összességben persze, hogy boldog vagyok, és nagyon fontos 3 pont szereztünk. Mondom, elején egy kis szerencse is kellett, megvolt, és jelen pillanatban tudok tényleg gratulálni a játékosnak, és a Halinak pedig sok sikert kívánom a következő meccsen. Köszönöm szépen. Tamás, gratulálok a Paksnak. Én úgy érzem, hogy az első fél időben egy nagyon nyert meccset hoztunk le döntetlenre. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyon sok helyzetünk volt. Azt, amit elterveztünk, maximálisan meg tudtunk csinálni. Sajnos a kapott gól után két játékosok már az első fél időben sérülten játszott. Ez nagyon felhozta az ellenfelet. Mégis 3 kényszerű cserénk volt. Én úgy érzem, hogy a második fél időben már abszolút nem tudtunk igazán jól futballozni. Teljes komplet védelmünk kiesett a középpályánk, 6 kezdőjátékos nem tudott játszani már a második fél időben. Úgy érzem, hogy ezt nehezen tudtuk elbírni, nem is bírtuk el, ettől féltem egyébként a szezon elején, hogyha lesz ilyen, azt nehezen bírjuk el. Ennek ellenére mentünk előre, próbálkoztunk, én úgy érzem, hogy a mérkőzés összképét tekintve nem érdemeltünk vereséget, a helyzeteket nézem. A második fél időben el kell ismerni, hogy a Paks így fölénk tudott kerekedni. Nagyon veszélyesek voltak a kontráik. Lesz most 2 hetünk, hogy a sérültjeink meggyógyuljanak és rendezzük a sorokat.